Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió világnézet adásának hallgatóit, Varga Zoltán műsorvezető és Jobbrodé szerkesztő nevében köszöntöm a hallgatókat és nézőket. Egy aktuális hírrel kezdenénk, a téma eredeti keretrendszere az Lengyelország és Lengyelország energetika politika lenne, de van egy aktualitásunk, itt kedd este az elnöki palotában történt egyfajta érdekes eseménye, és azt gondolom, amikor vezető politikusokkal szemben történik rendőri intézkedés, az mindig valamilyen fajta túlmutató jelekre is enged következtetni, hogy ez igaz-e a mi esetünkben is Lengyelország tekintetében, abból majd a szakértőinket fogom megkérdezni, akik itt ülnek van a stúdióban. A történetnek annyi a lényege, hogy mind a belügyminiszter és a belügyminiszter helyettest gyakorlatilag egy rendőri felvezetéssel kivezették az elnöki palotából letartóztatás címszóval, és aztán ennek a hátterében és ennek az egésznek az előzmény történetében lehet-e sejteni valamilyen fajta politikai átrendeződésnek egy forgatókönyvét, vagy már egy megalapozott eljárásnak a része, ez is talán azt gondolom, hogy egy kérdés lehet, és aztán ebből majd hogy vezetem át ezt a témát az energia területére, az meg majd legyen a műsorvezető szabadsága, a stúdióban pedig Deák András energetikai területen fogjuk őt megszólítani leginkább Lengyelország tekintetében is, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot! És Zöld Zsombort, akit viszont Lengyelország szakértőként meg is szólítom ebbe a belügyminiszter és helyettesének témájában. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Mi történt itt az elnöki palotában? Önmagában az is érdekes, hogy ez egy ilyen védelmi zónaként kell felfogni az elnöki palotát? Tehát, hogy azért van ennek ilyen hírértéke, hogy ott olyan dolog történik, aminek lehet, hogy azért nem ott kellett volna megtörténnie? Szerintem erről nincsen szó, hogy itt kapásból arról is szóltak a hírek, hogy a letartóztatás, illetve a rendőri intézkedés már akkor történt, amikor Rendcsen Duda köztársasági elnök nem tartózkodott az Igen. Épületen belül. Igen, itt arról van szó, hogy azért az államfő jelenlétében azért ilyen intézkedést, hogy mondjam, tehát medializálhatóság és egyéb szempontjából érdekes meglépni. A történet nagyon mélyre és nagyon messzire megy vissza, tehát egy 2007-es korrupciós ügyről van szó, amivel kapcsolatban a 10-es évek közepén született egy ítélet. Ez még nem emelkedett jogerőre, amikor a köztársaság elnök, szintén Andrzej Dudáról van szó, igen, elnöki kegyelemben részesítette a résztvevőket, és gyakorlatilag azóta kezdve, tehát ennek a döntésnek illetve az elnöki vétónak a jogszerűségéről szólnak a különböző interpretációk. Igen. A legfelsőbb bíróság azt mondja, hogy mivel nem volt jogerős az ítélet, ezért a köztársaság elnök nem is hozhatott volna felmentő ítéletet, illetve nem is részesítette volna ugye elnöki kegyelemben az érintett politikusokat. Ezzel ellentétben a PISZ által feltöltött, illetve a PISZ által kinevezett alkotmánybírók által összeállt alkotmánybíróság azt mondja, hogy már pedig ez a felmentő ítélet ez helyén való volt. Közvetlen kiváltók tavalyi év vége, ekkor egy bíróság, tehát nem az alkotmánybíróságról van szó, hanem úgymond normál bíróságról hoz egy döntést, ami helyben hagyja ezt az eredeti ítéletet, 2 év börtönbüntetést indítványoz, illetve 5 évre felmenti őket bármifajta köztisztviselő vagy közpozíció betöltésétől, erre való hivatkozással fölfüggeszt, illetve bocsánat, megszüntetik a parlamenti képviselői mandátumokat, és innentől kezdve volt világos, hogy valamikor ez ugye át fog kerülni az igazságügy különböző csatornáin keresztül odáig, hogy a bíróság el fogja rendelni az ő letartóztatásokat, amit ugye a rendőrségnek érvényesíteni kell. Tehát a nagy kérdés most függetlenül attól, hogy mi történt, függetlenül attól, hogy volt vezető politikusokról van szó, az, hogy az igazságügyi rendszer mit bír el, amit a legfelsőbb bíróság, illetve a bíróság ítéletben kihoz, illetve ítél, azt az alkotmánybíróság fölülírhatja-e, milyen alapon írhatja fölül, illetve ehhez kapcsolódóan pedig arról van szó, hogy az alkotmánybíróság PISZ által kinevezett alkotmánybírói, állami intézmények és kiemelt állami intézmények tisztségviselőiként fognak a következő években funkcionálni, vagy pedig felmerülhet az a politikai vád, hogy ők a PISZ meghosszabbított karja. Igen, ezzel a kérdéssel azért még tartozom szerintem a témának, hogy azért önmagában az ellenzék azért felemelte nagyon gyorsan hangját, és azért tisztázzuk gyorsan, amikor ellenzékről beszélünk, akkor az előző korszaknak a kormányzó pártjáról, szervezetéről beszélünk-e, és hogy ez egy átmeneti időszaknak tekintetően még politikai adminisztráció szempontjából, vagy már egyértelműen egyébként a TASK adminisztráció lát el minden pozíciót és mindenfajta kormányzati szerepvállalást. Tehát hogy mosódnak itt össze a szerepek?
Itt azért egy picit szétszáraznám. Tehát eleve köszönöm ezt a pontosítást, hogy ki az ellenzék és ki a kormány ennek a vonatkozásában. A PISZ által vezetett ellenzék az elmúlt egy hónapban gyakorlatilag képtelen volt mozgósítani, és képtelen volt, leszámítva egyébként a köztévé kapcsán ugye meghozottakat, bármifajta elnézést kérek, de aktivitást mutatni. Tehát ezek az ügyek nagyon rondán és nagyon cinikusan fogalmazva a PISZ-nek kiválóan jönnek arra, hogy megmutassák, hogy itt nem tudom, a jogállamiság leépítéséről van szó, és a többi, és a többi, illetve hogy próbálja mobilizálni a saját választóit. Notabene éppen holnapra hirdettek meg egyébként egy nagy gyűlést, vagy egy rendezvényt Varsóba, amire állítólag már a mozgósítás elkezdődött, tehát egy mai ilyen kvázi mínuszos hír az az volt, hogy volt egy olyan katolikus plébánia, aki buszos kirándulást szervez holnapra Varsóba. Ez lehet az első olyan nagy rendezvény, ezt idézőjelben is mondom, illetve nem is, amin keresztül a PISZ meg tudja mutatni azt, hogy elnézést kérek, de élünk, politikai tényező vagyunk. Ez eddig nem igazán látszott. Mondom, leszámítva a köztévés történetet. Szóval egy nagyon érdekes, tehát hogy rátapintott arra, ami szerintem egy központi kérdés. Tehát hiába volt kormányváltás, vannak olyan intézmények, és itt nem csak az Alkotmánybíróságról beszélek, amelyikben gyakorlatilag szinte kizárólag, vagy ténylegesen kizárólagosan a PISZ által kinevezett vezetőség működik. Ezek az emberek egyes esetekben vagy most kaptak például mandátum meghosszabbítást, vagy most nevezték ki őket ugye ebben a kvázi átmeneti időszakban, tavaly november és december között. Ezt ugye bizonyos terminológiában mély államnak szokták nevezni. A kérdés ténylegesen az, hogy ez a, most idézőjelben mondom, mély állam például milyen viszonyrendszer tud fenntartani a kormányzattal. A kormányzatnak viszont érdeke az, hogy a választóknak is megmutassa, hogy az a program, amivel ők kormányra kerültek, ez egy nagyon egyszerű módon foglalható össze, a PISZ után takarítanunk kell, ez megvalósítható. Tehát ugye vezető tisztségviselők, vagy volt vezető tisztségviselők elleni rendőri intézkedés, tehát jogalappali rendőri intézkedés nagyon világosan megmutatja azt, vagy mutathatja meg azt, hogy itt senki nem érinthetetlen. Itt nagyon, tehát én egy hosszabb és kicsit elhúzódó belpolitikai vetélkedésre számítók. Mindenképpen az látszik ebből, igen, hogy... Igen, tehát amiben egyébként a jogi aspektusok válnak eszméletlen fontossá, és ugye a lengyel sajtót olvasva nagyon kicsi az a közös halmaz, amiben egyébként a különböző politikai kommentátorok ezt el tudják mondani, vagy apucsát egyetértenek. Egy dolog viszont hihetetlenül izgalmas, tehát a lengyel társadalom nem igazán szokott gondolkodni azon, hogy éppen akkor miért menjen ki az utcára tüntetni. Legyen szó valami értvaló tüntetésről, vagy valami ellenvaló tüntetésről. Eddig nem igazán láttunk olyan negatív aktivitást, vagy mondjuk negatív hozzáállást az ilyen típusú, a Tusk kormányzat által meghozott lépésekkel szemben, ami ugye arra lehet ebből következtetni, hogy a társadalomnak ez inkább, most idézőjelben mondta, talán kedvére van, mint sem úgy ellenkezne. A kérdés megint ugye a jogszerűség. Tehát, hogy ilyen körülmények között, tehát az, hogy egy kormányzat a kormányzati akaratát érvényesíteni szeretné, az szerintem politikai szempontból mindenképpen egyszerűen alátámasztható. A kérdés az az, hogy ezt az adott jogrendszeren belül hogyan tudja jogszerűen is érvényesíteni. Ugye egy adott példa, és ez nagyon konkrét példa, ugye a köztévé kapcsán, a közmédia kapcsán, a SZEM egy határozatot hozott azzal kapcsolatban, hogy a közmédiában mi a helyzet. Erre jött egy politikai lépés a frissen kinevezett miniszter, ugye egyik miniszter részéről. Na most a SZEM határozatának jogi kötelező ereje nincsen. Tehát nem törvényt hoztak, határozatot hoztak. Hát gyakorlatilag mondhatni, hogy egyfajta policy-t fejeztek ki ezzel, inkább mindaz, hogy ezt be kell tartani törvény erejénél fogva. Viszont mind a média, mind pedig az igazságszolgáltatás, ugye megint kívánóan alkalmas arra, hogy gyakorlatilag nagyon erőteljesen mutassák azt a társadalom felé, hogy a kormányzat valamit akar tenni, aktív, illetve szerintem egyébként lakmuszpapírként is funkcionálhat olyan vonatkozásban, hogy meddig tud ez a kormányzat jogilag is egyébként is elmenni. Tehát még mindig nem beszélünk egyébként csak áttételesen sokkal kiélezettebb kérdésekről, legyen szó egyébként a következő évi büdzsének a kérdése, illetve egyáltalán az államháztartás, illetve annak hiányának kérdése, az még egy külön ütköző pont lesz szerintem a nagyobb politikai csoportosulások között. Az minden esetre azért azt gondolom, hogy igazolódni látszik, hogy Lengyelországnak a
tavalyi évben még ugye a most már ellenzékben lévő politikai tömörülés deklarálni tudta, hogy le tud válni, függetlenedni tud energetikai területen, és akkor most jön az átkötése a műsorvezetőnek attól az orosz kitettségtől, ami azért nagy többségben elég sok európai országra igaz, vagy igaz volt. És olyannyira így van, hogy talán már tavaly ősztájékkel meg is tudtak fogalmazni akár export szándékokat is, hisz egyfajta politikai ígéret elhangzott, hogy még Magyarország számára is lehetséges beszállítóká válnak Szlovákián keresztül. Talán ugye Szijjártó miniszter úr az akkori energiaügyi miniszterrel ebben egyfajta politikai megállapodás kötött is. Maga ez az exportképesség, ez a fajta biztonság, ennek azért elég komoly, mondhatni, időbeli kiterjedése van, tehát ezt nem feltétlenül az ukrán-orosz háború váltotta ki, hanem ez egy tudatos koncepció volt, és akkor ebben már Deák András kérdezem, hogy így van-e ez? Tehát ez egy hosszabb távú program része volt. Így van. Tehát azt hiszem, hogy abban a lengyel politikai erők nagyjából egyetértettek, hogy Oroszország egyfajta fenyegetés, és hogy csak a szükségesnél nem jobban kéne függeni tőle energetikailag, már jóval a orosz-ukrán háborúk előtt. És azt hiszem, hogy 14... Tehát már 2008-as válság után is különben elindultak ez irányba lépések, de a töréspont valójában 2014 volt, amíg a krími háború, amit ugye a lengyel politikai osztály úgy élt meg, hogy na hát íme, ilyenek az oroszok, egy folyamat elejének érzékeltek, és onnantól kezdve, és a tekintetben pont a PISZ volt az, aki talán tovább ment egy lépéssel ebben a dologban. Célul tűzték ki, hogy ne hosszabbítsák meg az akkor már meglévő 10 éves orosz-lengyel gázszállítási szerződést, most járt volna le 22 végén, hanem építsenek ki egy alternatív infrastruktúrát, amin keresztül ezt be tudják hozni. És azt tulajdonképpen, tehát függetlenül attól, hogy lett-e volna háború 22. februárjában, vagy nem. A lengyelek legalábbis célul tűzték ki azt, hogy leváljanak az orosz gázról. Tehát ami a gázt illeti, szerintem majdnem, hogy tervszerűen történt minden, egy pár hónappal korábban kellett ezt megtenniük. Az olajban is voltak ilyen lépések, ugye az olajban az alternatív infrastruktúra a Lengyelország esetében rendelkezésre áll, csak pénzügyi igazsági okokból nem használták, de nem okozott egy túl nagy kihívást nekik szintén azt az utolsó pár befektetést megtenni és lépést megtenni, hogy erről leváljanak az Európai Unió szankciós csomagja mentén. És hát ezt tekintetben elkötelezettek is voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően más az attitűd, tehát hogy ők egy biztonsági kérdésként élték meg az energetikát nagyon nagy részt, sokkal inkább, mint más országok tőlük délebre, illetve korábban elkezdődött ez a folyamat. Itt kicsit van egy filozofikus jellegű kérdésem, amire esetleg lehet, hogy Zsombor jobban is rá fog tudni állni, hogy válaszoljon, és van egy szakmai jellegű. Kezdeném a szakmai jellegűvel, azért önmagában Lengyelországnak a földrajzi pozíciója, az egy szabadabb kezet adhatott-e abban, hogy alternatívákba gondolkodjon akár gáz, akár olajellátás kapcsán, de majd ezért még egy-két ilyen energiaerőforrásról fogom majd kérdezni ön, de most maradjunk akkor ennél a kettő energiahordozónál. Hát részben a földrajz is, részben a szektorális jelleg is. Tehát hogyha van ország, amely nagyon távol állt, mondjuk például a magyar szektorális szerkezettől, az Lengyelország, ahol hát 20-25 éve még 70% volt a szén aránya a mérlegben. Amire tehát, rákérdezek majd. Hogy a lengyeleknek például földgázban egy bővülő földgázfogyasztás mellett kellett diverzifikálniuk. Tehát a kérdésfeltevés úgy hangzott már a 2000-es években is, hogy ha plusz infrastruktúrát kell építenünk, azt Oroszország felépítsük-e, vagy egy alternatív piacra. És a tekintetben
viszonylag könnyű döntés volt azt mondani, főleg úgy, hogy mondjuk a sinoscsei LNG terminál első fázisa 80-90%-ban uniós pénzből építették, tehát tulajdonképpen burkos pénzből. Tehát, hogy ez az infrastruktúrában, ezt meg tudták teremteni, és ez egy szerves fejlődés eredménye volt. Ugye 14 milliárd köbméter volt, azt hiszem 2005-ben a lengyel gázpiac, 22 volt 21-ben. Most ehhez képest ugye a magyar számok, itt is mi 13-ig mentünk föl, tehát akkorák voltunk, mint a lengyelek a 2000-es évek után, és aztán benéztünk 10 milliárd alá bőven a 2010-es évek közepén, tehát teljesen más dinamika volt, mint Magyarországon, sokkal könnyebb volt diverzifikálni, és ők erre tettek még rá egy lapáttal, amikor azt mondták, hogy már pedig ők Norvégiából be fognak húzni egy vezetéket, a Baltic Gas vezeték, ami révén még azt is ki szeretnék váltani, amit addig az oroszoktól hoztak. Tehát ez már, ahogy is mondjam, tehát az eredeti sinoscsei terminálén azt mondom, hogy az egy üzleti döntésként is fölfogható, mert úgyis kellett többet importálniuk, és ők úgy döntöttek, hogy nem Oroszországból hozzák be, főleg úgy, hogy volt hozzá uniós támogatás. Üzleti döntés egyébként annak értelmében is, hogy itt a saját szükségleten túl aztán majd esetleg más szükségeket, export lehetőségeket is kihasználjanak? Igen, tehát hogy általában ez a kelet-közép-európai együttműködés keretében ezt hozzátették, de azt fontosnak tartom hozzátenni, hogy nem ez volt az eredeti elképzelés. Az eredeti elképzelés az a lengyel piacról szólt, és ami tranzit lehetőség pluszban benne van, az már tényleg csak a haba tartán. Tehát volumenekben ez nem egy nagy dolog, főleg mivel ugye a lengyel klímaterv szerint, ahogy szépen vezetik ki a szenet, már pedig ki kell vezetniük, és még mindig nagyon nagy százalékba fognak menni, az a lengyel földgázpiac fölmegy majd 30-35 milliárd köbméter fölé a 30-as években. Aztán meglátjuk, hogy így lesz-e vagy nem, de most így kalkulálnak. Tehát, hogy nekik továbbra is nagyon keményen kell befektetniük a hazai infrastruktúrába, hogy ezt a fajta szénkivezetést megtörténté tudják tenni. Kell hozzá a nukleáris, kell hozzá a megújuló, meg kell hozzá a földgáz is. Még mielőtt ezt a témát tovább folytatnánk, mert ez izgalmas lesz nyilván a többi energiaforrás kihasználása, akár desztinációk tekintetében is. A filozófiai jellegű kérdésem az pedig úgy hangzott volna, hogy mennyire, hát hogy mondjam, ösztönözte ezt a fajta gondolkodásmód a józan energiapolitika mellett az a fajta megbújó lengyel-orosz akár ellentét, hogy jobb lenne nekünk egy orosz függőségtől leválni. Ezt lehetett tetten érni a politikai retorikában, vagy általános közhangulatban, hogy ezt befolyásolta volna az energiapolitikát? Szerintem a retorikában mindenképpen megjelent, bár konkrét részletet most nem tudok visszaidézni, viszont tehát pontsuk le megint a retorikát. Itt egy nagyon egyértelmű és racionális számító politikai döntés született, és mindjárt hadd mondjak kicsit kiegészítésképpen. Vagy csak szerencsésen egybeesik. Most az, hogy tehát alá lehetett mennyire támasztani matekkal. Szerintem ezek egyébként, hogy tehát szét lehet persze szálazni, de valahol ugye ezek össze is kapcsolódtak. Tehát ugye 2015-ben a PiS kormányra kerül, és a PiS tovább víve egyébként a korábbi kormányok részbeni döntését, ezt meggyorsítják. Tehát amit most András elmondott, tehát már emlékszem arra, hogy 2019-ben voltak olyan nyilatkozatok, amik ugye egyértelműen arra utaltak, és ezt ki is mondták, hogy hosszú távú, még tehát hangsúly ez a hosszú távú szerződést a Gazprommal 2022. december 31-ét követően nem fognak kötni. Ugye ekkor még közel nincsen, illetve nem is vagyunk közel az orosz-ukrán háborúhoz 2022-ben. Ugye azóta annyi változott, hogy most már rövid távú vételt sem feltétlen, sőt nem is akarnak egyébként a lengyelek a korábbi állás szerint az oroszokkal kötni, és ugye ezt a mennyiséget pótolni kell. Tehát ők van egy nagyon fontos, vagy szerintem nagyon fontos külső faktor, ez 2016-hoz köthető, az Egyesült Államok ekkortól kezdve kezd el nagyobb mennyiségű cseppfolyósított földgázt exportálni többek között Európába, a lengyelek ezt tudják, a lengyelek erre készülnek, és mivel ez már teljes mértékben üzleti alapon működik, ezért nekik egy megbízható vevő státuszba kellett, hogy kerüljenek különböző amerikai cégekkel, vagy cégek előtt. Ennek a következménye például az, hogy hosszú távú vagy hosszabb távú szerződést akkor még nem vagy nem feltétlen tudtak kötni, tehát el kellett teljen egy-két év ahhoz, hogy egyes amerikai cégek azt mondják, hogy jó, akkor most akkor nagyobb mennyiséget hosszabb távra
akkor odaadunk a lengyelekhez. Ugye ez kell eleve egy befogadó vagy fogadó infrastruktúra is. Ugye András említette a Svinoujscai terminált, azon kívül ugye épül egy másik Gdańskban, illetve 2022-ben nagyon érdekes módon volt egy olyan döntés, miszerint egy lengyel állami cég, ez a Pegenyik, gyakorlatilag lefejtheti a litvániai Klaipeda úszó terminálján, illetve terminálján keresztül ugye azt a mennyiséget, amit majd vagy értékesít, vagy az országba bevisz. Ez egy hosszabb távú szerződés? Ez egy 10 évre kapták meg az üzemeltetést. És ezzel párhuzamosan, tehát a lengyelek még azt is meghozzák, hogy egy úgynevezett biztonsági prémiumot fizetnek ezért a gázért. Ugye ez az a politikai felár, vagy gazdasági felár, amit ugye azért fizetnek, hogy nem orosz, jelen esetben ugye amerikai forrásból hoznak be tartósan, megbízhatóan ugye valamennyi gázt. Ami érdekes, hogy tehát eleve nő a gázfogyasztásuk is, és ezen a gázfogyasztáson belül csökken, vagy folyamatosan csökken az orosz betáplálásnak a részaránya. És amiről nagyon sokszor el szoktunk feledkezni, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy mennyi jön be, mennyit fogyasztunk, tehát a lengyel kormányzatok, illetve 2015-től kezdve folyamatosan arra is törekednek, hogy az energiahatékonyságot is megnöveljék. Uh-huh. Tehát ugye a legolcsóbb energia az az, amit el sem fogyasztunk, és erre egyébként szintén EU-s pénzekből, egy csomó mindenből azért relatíve nagy mennyiségű forrásokat ölnek, ez arra éve ugyanaz a posztszocialista infrastruktúra van, mint amit Magyarországon is látunk, legyen szó, nem tudom, iskoláról, óvodáról, stb. És akkor itt úszunk át ugye ahhoz, ahol András abba hagyta, itt energia mixről is beszélünk. Tehát beszélünk földgázon kívül szénről, atomenergiáról, és még egy csomó minden másról. Köszönöm az energiahatékonyság témát, mert mindenképpen szóba hoztam volna, de akkor maradjunk is talán ennél a területnél. Ugye ez a fajta gáz mennyiség felhasználás csökkentés, ez, ahogy én most gyorsan körülnéztem itt a térségben, de ez még, ahogy láttam még a nyugat-európai országokban is, valamilyen szempontok alapján az ukrán-orosz válságot követően drasztikusan visszaesik. Tehát valahol nagyságrendekkel kevesebb a gázfelhasználás. Talán éppen tegnap előtti napokban tett közzé egy posztot a mi energiaügyi miniszterünk is, ahol szintén beszámol róla, hogy egy újabb tendencia látszik az energia felhasználás csökkenés területén. Ennek azon túl, hogy energiahatékonysági beavatkozásoknak a különböző fajtái megjelennek, középületek szigetelésétől kezdve akár a kötelezettségi rendszer bevezetése, ami ugye nem magyar specialitás, hisz az egész unióban különböző szolgáltatók, különböző kötelezettségi rendszerben benn vannak. Lehet-e esetleg más oka is? Hát én a tavalyi adatokat azért nem nagyon szoktam hivatkozni, például nagyon szépen mutatják, hogy egy árválság milyen eredményekkel járhat egy kontinensen, de ez mégiscsak egy tüske. Uh-huh. Tehát annyira magas volt, két évvel ezelőtt, 22-ben olyan magasak voltak a gázárak, amik egyszerűen prohibitívak voltak, például vegyipari tevékenységek folytatására. Igen. Tehát nem, vegyipari céget leálltak, és importáltuk Amerikába, meg egyéb helyekről a termelést. Tehát rendszerűen ugye azt érdemes nézni, hogy mire használjuk a földgázt, három dologra. Használjuk, fűtünk vele, használjuk a vegyiparban, és használjuk az elektromos áram generációjakor. Most a fűtés vonatkozásában ott, ahol megemelték az árakat, és majdnem minden országban, még Magyarországon is ugye emeltünk árakat, főleg ugye a lakosságnál, és ez különben a legnagyobb, Magyarországon ez a legnagyobb szegmens, tehát a fűtési célú földgázfelhasználás. Ott egyrészt a lakosság is nagyon szépen megtakarított, másrészt meleg volt a tavalyi tél. És ez rendszerűen melegebb, egyre melegebbek az európai telek, tehát látszik, hogy erre a célra egyre kevesebb földgáz megy el, de a tavalyi tél még onnan is kilógott, tehát az idei számokat majd megnézzük, mert idén van tél, tavaly nem volt. Ez az egyik. Ugye a vegyipari tevékenységek azok alapvetően árfüggőek, tehát hogyha túlságosan magas a földgázár, akkor kiveszünk, és szintén azt lehet mondani, hogy az elektromos generációban azért van egy bizonyos játéktér, ahol azt lehet mondani, hogy akkor leállítunk gázerőműveket, és bekapcsolunk szénerőműveket. Rendszerűen nem, tehát a legtöbb ilyen energetikai és klímaterv nagyjából azzal számol, hogy a földgáz felhasználás az elektromos áramgenerációban nőni fog, és az lenne a célszerű, hogyha ezt megtakarítanánk máshol, például a fűtési célú felhasználásban, és ezáltal körülbelül
úgy nagyságrendileg a mostani földgáz felhasználási volumen az ugye 35-ös évekig fönnmaradna. És ott kezdenünk el kivezetni a dekarbonizáció ütemterv mellett, mert egyelőre, amíg nem vezetjük ki a szenet, addig nem nagyon tudjuk a földgáz felhasználást a generációba csökkenteni. És Lengyelország ugye, és akkor az energiamixre is talán sikerül rátérnünk, azért ebből a szempontból elég speciális, hisz a villamos energia előállításhoz is jelentős számú szénerőművet használ. És ugye a szénnek is a import lába, tehát ami import oldalon jelentkezett, az jelentős mértékben Oroszországból volt. Ezt hogy sikerül kezelni, ezt a kérdést? Nyilván az egyik válasz az lesz, hogy itt is megjelenik valamilyen alternatíva a szén mellett, tehát valamit fel kell fokozni, jelesint akár a nukleáris energiát, nem tudom, esetleg Zsombor? Pontosan erről van szó. Tehát, hogy ha földrajzilag nézzük, az ország szénipari központja, ugye az a sziléziai térség, és ugye ez az a rész, ahova a nagyon nagy energiaigényű nagyipari fogyasztók, ne talán egyébként fegyvergyárak is települnek. Tehát ez az a környék, például ugye itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban felmerült hír, hogy Glivicében van például az egyik szervizközpont, ahova ugye a Leopard harckocsikat viszik néha napján meg szervizelni, és ugye utána kerülnek vissza Ukrajnába. És tehát a külső veszélyeztető tényező az az, hogy EU-s előírásoknak megfelelően a széndioxid kibocsátást, és egyébként ugye egyszer meg kell csinálni a széniparnak, illetve a bányászati iparnak a leépítését. Évekkel korábban néztem ezeket az adatokat, akkor nagyjából egy ilyen 100 000 fő dolgozott ebben a szektorban, szorozzuk fel 2,5-lel vagy 3-mal, ez azért belpolitikai szempontból is egy kellőképpen nagy tömeget képez. A közép-hosszú távú politikai megoldás az ön által említett, vagy egyik megoldás lehet az ön által említett atomenergia. Tehát nem tartom véletlennek azt, hogy az úgynevezett kis modulális reaktorok lengyelországi bevezetésén egyáltalán elgondolkodtak, a másik pedig ugye az volt, hogy ezt teljesen érdekes módon ugye a próbaüzemet, azt valahol Sziléziába fogják megtenni. Tehát itt gyakorlatilag nem azt mondom, hogy egy kétállású kapcsolóval szélle atomenergia föl, mert annál azért szerintem sokkal bonyolultabb a helyzet. Ez az egyik alternatíva, a másik pedig az, hogy most elvonatkoztatva nem az energiamixtől, hanem a földgáztól, elvonatkoztatva egyébként a lakossági felhasználású földgáztól, illetve energiahordozóktól, a villamosenergia rendszert kell Lengyelországban arra felkészíteni, hogy eleve meg fog nőni a megújuló energiáknak a részaránya a rendszeren belül. Kettő, Lengyelország nem szigetként működik az Európai Unión belül, és szintén egy csomó mindennek kitett, ami a környező országokban, elsősorban egyébként Németországban zajlik. Eddig is kitett volt, és a következő időszakban is kitett lesz. Amikor erre a beszélgetésre készültem, valahol eszembe jutott az, hogy egy jó 10 évvel korábban futottam bele egy olyan anyagba, amelyik a beesett a Lengyelországon belüli villamosenergia továbbító hálózatnak az aktuális állapotát nézte. Akkor például transformátorállomásoknak az életkorát nézték, ugye ezek azért amortizálódnak, és már akkor is az volt emlékeim szerint, hogy egy jó 50%-a már egy kicsit túlidős volt. Tehát irdatlan mennyiségű pénz kellene ennek a rendszernek nem csak a karbantartásához, hanem ugye a fejlesztéséhez is. Ez nem csak az országot érinti, ez egyébként rengeteg európai, vagy őszintén szóval az egész Európai Uniót érinti. Megnézzük, hogy ez hogy fog a következő években kinézni. András? Hát szerintem ha lehet itt kritikai észrevételeket megfogalmazni, akkor a lengyel energiapolitika csúnyán elkésett ebben az ügyben. Tehát ugye azért ez a szénkomponens, ez most már 60% alatt vagyunk, tehát most már talán 50%-hoz közeledünk, de ez még mindig azt jelenti, hogy itt nem csak a teljes villamosenergia, szinte a teljes villamosenergia rendszerükről van szó, hanem ipari folyamatokban, háztartásokban még mindig ott van a szén, tehát máshogy nem lehet. Három-négy ország van, aki a szenet így hosszabb távon gondolta korábban megtartani, Németország az egyik, 38-ba akarták kivezetni, a csehek, még talán a bolgárok tartoznak ide, az összes többi ország azért a 20-as években kivezeti. Most ugye a probléma ezzel az, hogy egy ekkora komponenst kivezetni, ha egy évtized alatt meg lehetne csinálni, de inkább kettő, miközben ugye a karbonárak iszonyú magasságba fognak fölmenni. Tehát ugye egy olyan rendszer van az Európai Unióban, hogy főleg az ipari szegmensekben kötelező lesz
a szén-dioxid kibocsátás után fizetni valamit. Már most különben két év alatt ugye 20 euróról fölment 70 euróra a karbonár, tehát meg 3,5-szereződött. És ez egy nagyon komoly versenyképességi probléma lesz Lengyelországban. Most abból a szempontból ez nem gond, hogy ez a lengyel állam, tehát a, hogy is mondjam, vállalkozó szervezetek kötelező módon a lengyel állam kincstárba fizetik be, viszont nem adhatják vissza szubvencióként, hanem környezetvédelmi beruházásokra kell fordítaniuk, tehát ebből tudom én, lehet, hogy majd, ha az Unió megengedi, akkor lehet nukleáris erőműveket finanszírozni. De egy ekkora színkomponenst nem lehet kivezetni a mai technológiai matrix mellett gyorsan. Csak földgázzal. Most földgázba beruházni pedig 2020-as, 30-as években, mikor azt a 40-es években majd ki kéne vezetni, ez egy agyrém. Tehát szinte mindenre szükségük lesz, de én egy viszonylag nagy áramfüggést, importfüggést látok kibontakozni, és az áram főleg ebben, ugye ebben a úgynevezett base load-ban, tehát amiben a szénerőművek termelnek, ez a folyamatos egyenletes áram, ez rettentő drága lesz importban. Tehát két rossz között választhatnak, vagy szénből állítják elő otthon rendkívül drágán, vagy importálják rendkívül drágán. Ezt korábban el kellett volna indítani. Én meg még ezt a nukleáris döntést is, amiben szerintem millió ilyen akna meg nehézség föl fog merülni, még most hatalmas mennyiségű nukleáris erőművet szeretnének leszerződni a következő években. Ez is majd meglátjuk, hogy tudják bevezetni, de hát ez is a 2040-30-as évek vége, amikor ez üzembe állhat. Tehát, hogy én van egy nagyon nagy kétségeim vannak, hogy a lengyelek hogy tudják bevenni ezt a kanyart, mert nagyon éles kanyart kell tenniük ezzel a színkivezetéssel most az elkövetkezendő évtizedben. Hát és ugye ennek is van egy nagyon érzékeny faktora, ezek szerint, amit John Bor is elmondott, hogy alapvetően ez egy ilyen belső foglalkoztatásból és gyakorlatilag belső, nem is tudom, mozgásokból, mert ugye hát kell terelni a munkaerőt, a felszabaduló munkaerőt akárhova is. Hát meg a munkaerő le is fog 4 évente szavazni. Így van, és akkor ez azért túlmutat egy-egy 4 éves perióduson, és hogy kint csattan éppen az ostor, az nagy kérdés ebből a szempontból. Szerintem nagyon izgalmas egy kör. Én azért egy ilyen záró kérdést feltennék, mégpedig annak kapcsán, hogy azért itt geopolitikai szempontból nagyon sokfajta desztináció elhangzott. Ugye talán kezdtük azzal, hogy megjelenik az amerikai gáz az európai piacon. Talán beszéltünk Norvégiáról, mint kiépülő gázvezeték. Azért Lengyelország számára ez a fajta új megközelítésű energiapolitika, amiben azért elhangzott, hogy tudatosság van, hányféle nagy nemzetközi kapcsolatot nyitott meg azzal, hogy ő mondjuk Oroszországtól elfordult, lehet ebben egyfajta mérleget húzni? És nem tudom, ki vállalja a kérdést esetleg? Hát igen, tehát ugye a norvégokról lehet földgázt behozni, csak azt kell tudni a norvég termelésről, hogy az most stagnál. Tehát hogy körülbelül platón van, és azért egy lassú ereszkedése lesz ennek. A cseppfolyósított földgáz, amiben én nagyobb fantáziát látok, és a lengyeleknek biztos, hogy sokkal nagyobb mennyiségeket kell a jövőben majd behozni cseppfolyósított földgázban, itt különböző opciók vannak. Az egyik opció az, hogy a termelőtől veszed meg, itt is különböző lehetőségek vannak. Az, hogy például az amerikai piacról vegyünk, elég egy LNG terminálon kapacitást venni, és aztán majd megveszed az amerikai piacon. Az egy nagyon piacosított rendszer, tehát a tőzsdei területen van, és akkor fönn kell tartani egy szállító hajót. Tehát érdemben különben nem feltétlenül egy amerikai termelővel kell megállapodnod, azon is megállapodhatsz. Kicsit lehet, hogy drágább, lehet, hogy olcsóbb, attól függ, hogy mik a kondíciók. A másik lehetőség pedig, de akkor neked kell elhozni. Tehát akkor egész egyszerűen kell, hogy legyen egy hajód, vagy bérelsz egyet, ami elhozza az amerikai kikötőből így. Különben az amerikai földgáz export legjava így működik. Tehát úgynevezett FOB rendszerűt, ott kell átvenni a kikötőben, és a cég felelősség, hogy elhozza. Az importőr felelőssége. Lehet nagy kereskedőházakkal megállapodni. Például Magyarországnak van egy szerződése a horvát terminálon keresztül a Shell-lel. A Shell-nek van egy portfóliója, különböző helyekről fölvásárol gázt. Ez nem feltétlenül különben. Az Egyesült Államok, lehet Nigéria, lehet Algéria, lehet különböző Katar, sok helyen termelnek LNG-t. Ez egy kereskedő cég, és eladja különböző helyekre. Ennek is van egy felára, ellenben
ez a kereskedő cég, ezek nagy cégek, ezek meg tudják szervezni, és valószínűleg olcsóban tudják beszerezni ezeket a szolgáltatásokat, mint egyes kicsi-pici szereplők, akik kis volumenekre alkusznak. És ugye a harmadik lehetőség, hogy elmegyünk adott esetben Katarba, nem tudom, hogy a lengyelek szerződtek le oda, tehát ilyen nagy termelőköz, akik folyamatosan fejlesztik a cseppfolyósított földgázkapacitásaikat, és ott van egy állami cég, aminek a kezében van a termelés, és nagyon gyakran különben van egy flottájuk is, és vállalják azt, hogy elhozzák neked a határig. Nagyjából ez a három lehetőség van. Valamelyikhez politikai kapcsolatokra van szükség, de mindenképpen az üzleti láb az az, ami valahol szerintem meghatározó, tehát itt pénzről van szó, és a szektorális kapcsolatok nagyon fontosak ebben. Kicsit akkor Zsombort is egy záró kérdésre leterheljem. Még önmagában azért az, hogy ennyiféle, mondjuk úgy, hogy beszállítói hatás megjelenik, ez a köznyelvben, a közgondolkodásban formálta-e, alakította-e a lengyel embereket, de megkérdeztettem volna ezt a kérdést úgy is, hogy maga a háború kitörését követően a lengyel embereknél az oroszokhoz való viszony, az ukránokhoz való viszony alakult-e úgy, hogy közben ez csak színezi, hogy itt azért megjelenik Amerikától kezdve Norvégiától sokfajta hatás, Litvániával való szorosabb együttműködés? Ez egy érdekes kérdés, és őszintén szóval ilyen szempontból soha nem gondolkodtam el azon, hogy ezt szét lehet-e választani. Tehát ugye ami érdekes lehet, hogy egyes esetben a lengyel energetikai szakma részben vagy teljes egészében más álláspontra helyezkedik a beszállító vonatkozásában, mint amit egyébként a PISZ által vezetett kormány vagy kormányzatok léptek. És az egyik ilyen nagyon érdekes történet egyébként az atomenergia volt. Ugye a PISZ egyik legutolsó lépése ilyen szempont volt az energetikai vonatkozásában, ugye az volt, hogy a Westinghouse bízta meg ugye az első lengyel atomerőműnek a felépítésével. Nem ezt várta a szakma. A szakma a dél-koreaiakat vártam, és ugye az egyik érv az volt, hogy Westinghouse egyszerűen annyi olyan mértékben le van foglalva a harmadik országok piacán, hogy nem feltétlen tud majd időben teljesíteni. Ugye a harmadik szereplő a francia állam lett volna, meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mi történik. Az nem hiszem egyébként, hogy például az átlagpolgár számára egyszerűen tapintható lett volna, vagy úgy jött volna le, hogy ez tapintható, hogy emlékeim szerint a köztársaság elnök például Nigériát jelölte meg, mint az egyik potenciális energi importőr gyakorlatilag az országban. Most visszautalva korábbi beszélgetésre, az áramimport zajlik, tehát érdekes módon aztán a svédektől importálnak most a legtöbbet. És ugye megint van egy külső faktor, tehát Lengyelország nem elválasztható attól, hogy az EU-s piacok hogy néznek ki. Ugye 2022. februárját követően EU szinten születik arról döntés, hogy azokat az infrastruktúrális beruházásokat egyszerűen meg kell csinálni, illetve be kell fejezni, amik gyakorlatilag a teljes Oroszországtól való leválást lehetővé teszik, és a leginkább ennek többek között a baltiak kitettek. Na most, hogyha villamosenergia hálózatokról nézünk, illetve beszélgetünk, akkor van olyan villamosenergetikai projekt, amit ugye a Baltikumot csak úgy tudjuk bekötni fizikailag az Európai Uniós nagy piacba, hogyha ezért Lengyelországra is odafigyelünk. A másik kérdés szintén a végfelhasználó vonatkozásában az az ár. Na most ugye az örömteli az az, amit szintén András mondott, ugye ez a 2022-es évi tüske vonatkozás, ugye a 23 évi végi tőzsdepiaci, tehát a nagykereskedelmi villamosenergia ár az már közelített egyébként a 2021-es év végéhez, nem volt ugyanannyi. Ugye ezek a nominál értékben vett árak, viszont ez tekintve, illetve azt, hogy az országban például a szénenergiának milyen szerepe van, ez még mindig egy relatíve magasnak számított. Tehát, a lakossági szempontból, jól tudom, most történt is egy korrekció, akár még ilyen, ha jól tudom, valamilyen visszatérítéses logikával is a villamos áram ára tekintetében. Őszintén valami zajlik, de ez szerintem, tehát én nem tudom minden megmondani Budapesten lévő, hogy nem látok számlát, és nem látom a dolgot. Közvetlen ellátás szempontjából ott egy több szereplő is a piac. Igen. Azt is kell analizni szerintem, hogy nem tudom, hogy a Varsóban például ez hogy működik, relatíve mennyibe kerül az energia ár, de az egyébként elmondható, hogy igen, ez az elmúlt egy-más fél évben azért egyszer-kétszer fölmerült, hogy az energiárak növekedése mennyire csapódik le egyébként a lakosságon, illetve amire ugye alapozik, vagy alapszik talán, vagy alapoznának a lengyelek, vagy számítanának, hogy itt egy ipari fejlesztéssel is beszélünk. Az ipari fejlesztésnek van egy energiaigénye,
Meglátjuk egyébként az itt a következő évek egyik legfontosabb kérdése például az lesz, hogy a német iparhoz képest is a lengyel ipar milyen mértékben és milyen hatékonysággal és milyen árkitettséggel tud például termelni, legyen szó bármiről. Legyen szó fegyveriparról, legyen szó másról. Zöld Zsombor, Lengyelország szakértőnek és Deák András, röviden akkor, ha megengedi, energetikai szakértőnknek, a mai energetikai szakértőknek, én köszönöm, hogy itt voltak, stílusosan megpróbálom lengyelő csinkóját, ha jól nem tudom, így kell mondani, köszönöm, mert úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak, és szerintem egy tartalmas beszélgetés sikerült kerekítenünk. Köszönjük.